Az idei nyár eddig extrém hőséget hozott, sorra dőltek meg akár több évtizedes melegrekordok, melynek következtében a szakemberek hőségriasztásokat is kiadtak. Az időjárás a házi állatainkat is megviselheti. Hogyha benti állatról van szó, akkor érdemes nekik egy kicsit a légkondicionálót, hogyha van nekünk bekapcsolva hagyni napközben, erre nem kell nagyon lehűteni a házat, de azért egy kicsit mérsékelni a hőmérsékletet. Hogyha kinti állatról van szó, akkor nagyon fontos az árnyék, a folyamatos vízellátás, tehát inkább 2-3 bödörbe tegyünk nekik vizet otthonra napközbenre, azt is lehetőleg árnyékba. Figyelni kell, hogy az árnyék az nyilván arrébb megy, tehát nem elég, hogy van egy árnyék, mindig a kutya tudjon árnyékba húzódni, árnyékba vonulni. Ami nagyon fontos, kutyát, nyilván gyereket sem hagyunk autóban, ebben az időben még rövid időre sem. Tehát úgy kell szervezni a programokat, hogy a kutya vagy jön velünk, vagy pedig otthon marad. Nincsen az, hogy beugrunk a boltba egy pillanatra, mert na, könnyen megvan a tragédia. Az autó pár perc alatt akár 50-60 fokra is felmelegedhet, ezért nem szabad bent hagyni a házi kedvenceket. A kutyákat vízzel is hűtetjük. Én azt gondolom, hogy egy érzékeny bőrű kutyát a klóros medence vízben nem kéne betenni. Ugyanakkor lavorba kitenni, vagy egy gyerekfürdetőkádba kitenni neki hideg vizet, hogyha szeret a kutya fürdeni, ebből bele is fog feküdni, és fogja magát hűteni. Lehet őket lelocsolni, lehet őket nedves rongyal törölni. Tehát mindent megtenni arra, hogy annak érdekében, hogy hűljön le a bundájuk. A macskák könnyebben el tudnak bújni, könnyebben találnak maguknak hűvös helyet. Egyébként ezeket a kutyákat, hogyha kinti kutya is, én azt gondolom, hogy meghálálják, hogyha be vannak engedve legalább a hűvösebb előszobába, és ott ki tudja magát egy kicsit pihenni, hogy lehűljön egy kicsit, meghálálja azt a kutya. Fajták tekintetében hatalmas különbség van, igen, a rövidfejű kutyák, mops, bulldog, tehát mindegyik, amelynek ilyen gömbölt feje van, ők különösen veszélyeztetettek ebben az időszakban, úgyhogy őket napközben nem szabad sétáltatni, csak hajnalban, amikor még hűvös van, illetve késő este. Ez egyrészt a hőmérséklet miatt, másrészt, ami nagyon fontos, hogy ilyenkor az aszfaltbeton nagyon felmelegszik, és a tappancsuk megég. Az állatok hőgutát is kaphatnak. Ennek tünetei a fokozott lihegés, nyúlós nyálképződés, remegés, szédülés, hányás lehetnek. Ekkor azonnal árnyékba kell vinnünk az állatot, nem hidegvizes, nedves rongyal törölgetni, és felkeresni egy állatorvost.